A hamis azonosság egyenlő a rossz gazdálkodással, avagy a sóvárgás természete. Minden jelenlegi gazdasági problémánk alapja, hogy tévesen az anyagi testtel azonosítjuk magunkat. IF e. F. Schumacher volt az első modern közgazdász, aki erre a tényre rámutatott. Páratlan ajándékot adott a világnak könyvével, amelynek címe Small is Beautiful. A kicsi szép. Gondolom, Gandhi megadta a választ. Fel kell ismerni, hogy a lélek a testtől külön létezik és állandó a természete, ennek a felismerésnek élő hitté kell válnia, és végső soron az erőszak nélküliség keveset használ azoknak, akiknek nincs élőhitük a szeretet istenében. Miért kell elismerni a testtől külön létező lelket? És mi közel lehet ennek a közgazdasághoz? Schumacher válaszol. A materialista élet szükségszerűen fordítja az embert az ember ellen, a nemzetet a nemzet ellen, mert az ember szükségletei végtelenek, és a végtelenséget csak a lelki birodalomban lehet elérni, az anyagiban soha. A továbbiakban Schumacher elmagyarázza, hogy amikor az emberek megkísérlik lelki vágyaikat az anyagi birodalomban kielégíteni, végül csak a korlátozott erőforrásokért harcolnak, mert a vágyai korlátozatlanok. Ha ezeket a vágyakat a véges világra irányítják, ez szükségszerűen konfliktushoz és a véges erőforrásokért való versenyhez vezet. Schumacher eredetileg azt mondja, ha nem ismerjük el a testtől különálló lélek létezését, a testet fogjuk az énnek tartani. Más szavakkal végül azt gondoljuk, hogy én a test vagyok. Ezzel a következő következtetésre jutunk, ha ki tudom elégíteni a testemet, boldog leszek, megélhetek csak kenyérem. Az élőlény vagy lélek persze nem elégíthető ki csak kenyérrel. Ez bizonyítja, hogy a világon a legtehetősebb kultúrák és emberek szenvednek a legtöbbet a terjedő bűnözéstől, a kábítószerekkel való visszaéléstől, és az elmebetegségektől. Ahogyan az anyagi testnek anyagi táplálékra van szüksége, úgy abban a testben a szellemi lélek vagy személy lelki táplálékot igényel. A testemnek megvannak a maga szükségletei, és nekem a léleknek abban a testben szintén adott szükségleteim vannak. Én csak a legfelsőbb lélekkel kapcsolatban lehetek elégedett. Isten legfelsőbb lelki energiájától vagyok. Isten semennyi alsóbrendű anyagi energiája nem elégíthet ki engem. A Rolling Stonesnak van egy nagyon népszerű rock and roll száma ezzel a címmel. I can't get no satisfaction. A megelégedettség hiánya olyan dolog, amit majdnem mindenki tapasztal. Mindegy, milyen keményen próbálkozunk azzal, hogy örömet facsarjunk ki az anyagból, soha nem vagyunk elégedettek. Étel, szex, zene, semmi sem használ. Miért? Mert a lelki sóvárságunkat akarjuk kielégíteni az anyagi energiában. Nagyon fontos megérteni, ha valaki a testet azonosítja az énnel, természetesen azt fogja hinni, minden ürességérzet, minden sóvárgás vagy vágy a test sóvársága. Arra a következtetésre jut, hogy ezt a sóvárgást kielégítheti, ha a testének ad valamit, ha az érzékszerveit táplálja. Üresnek érzem magam, nem szeretem ezt az ürességérzést. Én a test vagyok. Ezzel elindul a végtelen anyagi fogyasztás útján, azzal akar megtelni, hogy a testét tölti meg. Például, bár lehet, hogy egyáltalán nem éhes, megcélozza a hűtőszekrényt, ott áll a hűtőszekrény nyitott ajta előtt, és megpróbálja eldönteni, mi fogja kielégíteni. Valójában olyan, mint egy mozgó, beszélő porszívó, mindent beszív, vagy mint a polip, kinyújtja a tapogatókartjait és a szenzorikus sápjait, megpróbál magához rántani mindent és mindenkit, ahogy csak tudja. Egyesek például ott ülnek a televízió előtt, az asztalon ott van az egy tál étel, ital, cigaretta parázsik a hamutartóban, szól a rádió, az ott van egy újság, és megpróbálnak mindegyik érzékszervükkel annyit szerezni, amennyit csak tudnak. I.F. Schumacher az ilyeneket a kábítószerfüggő társadalmával hasonlítja össze. A jelenlegi fogyasztói társadalom olyan, mint egy kábítószerfüggő, aki mindegy, hogy milyen nyomorultul érzi magát, mégis azt találja, rendkívül nehéz leszokni. A világ problematikus gyermekei ebből a szempontból és sok más megfontolás ellenére, amelyeket fel lehetne hozni, a gazdag társadalmak és nem a szegények. Az üresség szükségtelen anyagi fogyasztásra hajszol, és erre a legnyilvánvalóbb példa a cigarettázás. A dohányzásnak nincs semmi értéke. Beszívod a füstöt, megpróbálod bentartani, amíg tudod. De mert belélegzett, ki is kell lélegezned. Ezért megint kifújod. Nem jut sehova. Beszívod és kifújod, beszívod, kifújod. Mit csinálsz? Ez abszurditás. Mindenki látja, akinek csak egy kis intelligenciája van. Jó van, beszívtad. Miért fújod ki? De aztán megint megpróbálod. Talán most nem kell kifújnom, csak beszívom, be és be. Ugyanígy próbálkozunk azzal is, hogy a test összes érzékszerve beszívja a finomságokat, az összes nikotint, amit csak tud, aztán kifújjuk. Csak ha kell, amit nem tudunk megtartani. Itt járkálnak ezek az emberek, nem tudják, hogy a legnevetségesebbnek mutatják magukat. Járkálnak, szívnak egy füstölgő rudacskát, beszívják a füstöt, bentartják és kifújják. Szívják, szívják, szívják. De egyáltalán minek? Mindenki belélegezni akar. Mindent és mindenkit be akarnak lélegezni. Belélegeznének mindent és mindenkit, ha lehetséges lenne, mert azt gondolják, az lenne a teljes kielégülés. Ezért rágyújtanak, beszívják a füstöt, aztán vásárolnak egy másik csomagot, egy másik csomagot és még egy másik csomagot. És nem csak, hogy ez nem kell a testnek, de még árt is a testnek. A sóvárgás olyan nagy, hogy már nem tudnak uralkodni rajta. Olyan módon ártasz a testednek, amiről azt gondolod boldoggá tesz. Ez ellenkezik minden intelligenciával. A túl sok evés is a kielégíthetetlen vágyból származik. Egyesek ismételten túleszik magukat. A személy eszik, eszik és eszik, bár tudja, hogy nagyon árt az egészségének. Ez rossz a szívemnek. Le kell állítanom magamat. Aztán meglátja a kedvenc ételét, meg kell ennem akkor is, ha belehalok. Ott ül, nézi a nagy vacsoráját, egyrészt ott van a szív probléma, másrészt meg ez az uralkodó belső sorvárgás. Már is nagyon kövér, de nem képes uralkodni a sóvárgásán, ha csak nem visel szájkosarat. Ez az új módszer arra használják, hogy mesterségesen korlátozzák, ellenőrizzék a nyelvet. Ha szájkosarat viselsz, csak szívószálon keresztül tudsz táplálkozni, és ez remélhetőleg megakadályozza a túl sok evést. Persze akkor is meg kell próbálni kielégíteni az érzékeket, ha csak szívószálon keresztül lehet táplálkozni. Az emberek sóvárgása annyira erős, hogy kétségbeesésükben szájkosarat viselnek, kipróbálnak mindenféle a tablettát, sőt megbilincselik a kezeiket. Nem értik, mi a vágyaik alapvető oka. Azt sem látják, hogy a természet már elrendezte, mennyit tegyünk azzal, hogy mennyi ételt tudunk megfelelően megemészteni és hasznosítani. Schumacher első megállapítása a legfontosabb. Fel kell ismernünk, mi a különbség a test és a testben levő élőlény között. Csak akkor tudjuk megkülönböztetni a test szükségleteit és móságát, csak akkor tudjuk figyelembe venni a lélek szükségleteit. A test szükségleteit ki lehet elégíteni az anyagban, de a léleknek istenre van szüksége, és ezt a vele való szeretetteljes kapcsolatban kell elérni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a bölcs elhanyagolja az anyagi tesz szükségleteit. Sőt, sok nagy jógi nagyon jól gondozza a testét, de ez nem maga a cél. A testet inkább úgy látják, mint értékes eszközt, amit a személy felhasználhat az önmegvalósítás elérésében. Azt is látják, hogy olyan eszköz, amit az úr szeretetteljes szolgálatában használhatnak. Ha azonban valaki nem tesz különbséget a lélek és a test között, meg fogja kísérelni, hogy a lelki szükségleteit a korlátozott anyagi világban elégítse ki. És ez nemcsak, hogy nem elégíti ki őt, mint egyént, de társadalmi és gazdasági káoszhoz vezet. A materializmus nem illik bele ebbe a világba, mert nem tartalmaz semmilyen korlátozó elvet, viszont szigorúan korlátozott ez a környezet, amelyben elhelyezik. A világ erőforrásainak korlátai vannak. Nyilvánvaló, hogy a bolygó nem viseli el a több milliárd ember terhét, akik a végtelen belső sóvárgásukat végtelen anyagi fogyasztással próbálják kielégíteni. A korláttalan vágyakozást nem lehet kielégíteni a korlátozott világban. A gazdasággal tehát ez a probléma, egyensúlyban kell tartani a termelést és a fogyasztást, a kínálatot és a keresletet. Elég jól meg vagyunk, különösen ebben az országban, az összes új szakmegfinomság meg finomság nélkül, amit a termelők és a hirdetők naponta odaraknak, az érzékszerveink elé. De mert lelkileg éhezünk, meglátunk vagy meghallunk valamit, amink még nincs meg, és azt gondoljuk, igen, ez az, ez az, ami hiányzik. Nekem ez kell ahhoz, hogy boldog legyek. És ha megszereztük, akármi is legyen az, még mindig nem vagyunk elégedettek. Buta módon megpróbálunk valami mást, megint valami mást, és így tovább. Az egész idő alatt abban az illúzióban vagyunk, Nekünk abszolút szükségünk van arra a dologra ahhoz, hogy boldogok legyünk, annak ellenére, hogy már annyiszor tapasztaltuk, semmi anyagi nem hozza meg nekünk a tökéletes kielégülést. A lélek korlátok nélküli lelki vágyait soha nem lehet kielégíteni az anyagban, de tudatlanságból mégis megpróbáljuk. Ilyen módon az úgynevezett szükségleteink állandóan növekszenek. Pontosan ebben a megvilágításban láthatjuk, hogy a harmadik világ országaiban olyan sok ember vágyakozik arra, hogy a fejlett országokba menjem. Mielőtt kapcsolatba kerültek volna a nyugati civilizációval, mely a szükségtelen dolgok utáni túlzott törekvésből származó bonyodalmakból gyarapodik, a legtöbb ilyen ember egyszerűen élt, felesleges munka és gondok nélkül. De a szintén lelki éjségben szenvedő médiák befolyására most mind nyugatra akarnak menni, pénzben, autókban, sörben, cigarettában, tévében keresik a boldogságot. Korábban azt se tudták, hogy léteznek ilyen dolgok, most meg azt gondolják, szükségük van rájuk ahhoz, hogy megéljenek. Mindenütt ez történik. Most az embereknek szükségük van a coca az édességekre, a sörre, a televízióra és egy sereg más dologra. Csendes óceánia szigetlakói például biztosan jobban éltek, amikor friss gyümölcsöt és növényeket ettek, és a világ legtáplálóbb üdítői itták, a kókusztejet. Most meg se tudnak lenni a konzervek és a mélyhűtött áruk, a hús, a sör, a szénsavas italok nélkül, ami biztosan alássa a fizikai egészségüket, és hamarosan megteremt egy új szükségletet, modern gyógyszerek kellenek, hogy meggyógyítsák az összes új betegségüket. A növekvő szükségletek egy adott gazdasági hatása nyilvánvaló. Munkahelyeket kell teremteni az emberek számára. Az embereknek munkahelyekre van szükségük, hogy pénzt kapjanak és megvehessék a konzerveket meg a szénsavas üdítőt. Ahhoz is pénz kell, hogy üzemanyagot vegyenek a kocsiukba, amivel munkába járnak. A személy korábban maga termelte meg az ételét, most gyárban dolgozik, fizetést kap, hogy a gázfaló kocsiját elvezesse az elektromosságot pusztító üzletbe, és megvegye az importált konzerveket, és aztán hazahajtson. Egyes buta emberek ezt nevezik haladásnak. Materializmus az infláció alapvető oka. Mivel a világ meg nem újítható üzemanyag forrásai, szén, olaj és földgáz, rendkívül egyenetlenül oszlanak el a földön, és a mennyiségük kétségkívül korlátozott, világos, hogy az egyre fokozódó kizsákmányolás erőszakot követel a természet ellen, és ennek csak nem elkerülhetetlenül az emberek közötti erőszakhoz kell vezetnie. Schumacher felismeri, hogy ez a probléma lényege. Az emberek szükségletei örökké növekszenek, a világ erőforrásai pedig örökké csökkennek. Miért van ez? Mert a világ és erőforrásai korlátozottak. Látja, hogy több ember van, aki többet akar fogyasztani, mint amennyi rendelkezésre áll. A kereslet állandóan növekszik, de csak korlátozott kínálat van ebben a véges anyagi dimenzióban. És mi a gazdasági visszahatás? Infláció. Nagy kereslet, semmi kínálat. És mi a súlyos infláció eredménye? Erőszak, sztrájk, harc, káosz, gyűlölet, irítség. A békés társadalom alapja. Senki sem dolgozik igazán a békéért, hanem elsődlegesen a bölcsesség helyreállításán dolgozik. Ha az emberek megpróbálják elkülöníteni a közgazdaságot a lelki megértéstől, vagy bölcsességtől, végül olyan gazdasági rendszerhez jutnak, amely erőszakú. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy a békés társadalom alapja a bölcsesség. Mi ez a bölcsesség? Megint Gandit idézzük. Fel kell ismerni, hogy a lélek a testtől külön létezik, és állandó a természete. Ennek a felismerésnek élő hitté kell válnia, és végső soron az erőszak nélküliség keveset használ azoknak, akiknek nincs élő hitük a szeretet Istenében.